hallgatóinkat, és elsőként kedves vendégünket, vendégemet, Nagy Péter Tibort. Azt még gyorsan elmondom az ő bemutatása előtt, ha kell egyáltalán bemutatni, hogy újabban kérem szépen sokat fejlődtünk, lesz már neve, állandó címe is ennek a keddi rovatnak, amikor egy vendéggel is velem találkozhatnak. Hát a kedhez képest alliterálva keddi közéleti kóstoló lesz a neve, hiszen mindig a közélet egy-egy fontos témájáról beszélgetünk a vendéggel. Azt persze nem ígérhetem, hogy az a kóstoló, amit kapunk, az nagyon ízletes lesz, vagy nagyon kedvünkre való, de mindig jobb tudni, hogy mit tálalnak fel nekünk, mint hogy csak úgy vakon benyeljük. Akkor még egyszer üdvözlöm Nagy Péter Tibort, és ha neked is megfelel, akkor elnézést kérve a hallgatóinktól maradjunk a tegezésnél, hiszen ismerjük egymást egy ideje, és már itt műsor előtt is tegeződve bonyolódtunk heves beszélgetésbe. Azon gondolkodtam, hogy melyik címeden, vagy melyik szaktudomány nevén kell téged bemutatni, de majd ha elmondod, hogy hívod szívesen magad oktatáskutatónak, vagy neveléstörténésznek, vagy szociológusnak, azt tudom, hogy egyetemi tanár vagy, és itt, ahonnan éppen a műsort sugározzuk, a Wesley János Főiskolának is jeles tanára vagy. Szóval, hogy hívjuk a te foglalkozásodat? Oktatáskutató, vagy történetszociológus, vagy szóval valami ilyesmi. De hát ez a, hogy mondjam, vegyes társadalomtudománya, hogy ezt a 20. század elején hívni csinálták, tehát ezt azok az igazi példaképek, őrőlük nem lehetett volna azt eldönteni, hogy ők milyen társadalomtudósok, bármennyire is profik voltak. Ez így van, és talán éppen ezért legalábbis szerintem ők a legérdekesebbek, és az a vegyes terület, amit ők művelnek. Akár az oktatás, akár a nevelés szót emlegetjük a te tudományágaddal kapcsolatban. Nyilvánvaló az aktualitás, tanévkezdés következik a héten. Ennek az összes anyagi nehézségeit szülőkre és energiaszámlák miatt az iskolákra nézve tudjuk sajnos, beszélünk is róla, de most, ha lehet, ebben a beszélgetésben essék szó elsősorban arról, elsőbben arról, amiről te akarsz, de ezen belül különösképpen arról, hogy milyen iskolával, milyen oktatással találkozhat szeptember 1-től gyermek és szülő egyaránt. Arról beszélgettünk veled korábban, hogy az Orbán kormány azért töltött már annyi időt hatalmon, hogy talán az oktatás politikában is lehet jellemezni azt a korszakot, amit az ő törekvései határoztak meg. Lehet? Tehát ez van olyan korszak, mint mondjuk Lebesberg volt? Az a gyanúm, hogy van. Szerintem ennek a korszaknak van három fontos látszat célja. És ezt a, mármint nem abban az értelemben látszott, hogy ők ezt mondják, mert ez nem érdekes, amit ők mondanak magukról, hát, hanem itt általában a kritikai elemzők mondanak, azok szerintem látszatok, mind a háromra lesz valamilyen alternatív magyarázatom, és tudom, ezeket neked kínálom föl, mint hogy abban az irányban megyünk tovább. Azért csak nagyon röviden mondanám, hogy mi a három látszat, amiről szerintem az egyik se igaz. Az egyik látszat az az, hogy a még 2010-ben a Szél Kálmán terv keretében nagyon meg akarták fogni az oktatásra kiáramló pénzeket. Erről az interpretációról szól egyébként a legjobb ma hozzáférhető elemzés az Orbán kormány oktatáspolitikájáról, ami Lukács Pétertől származik, és a YouTube-on, ha valaki rákeres arra, hogy Lukács Péter paletta előadás, akkor ott megtalálja ezt az anyagot. Ez egyébként a Wesleynek a doktori iskola előkészítőjében hangzott el, ez egy ilyen több órás előadás volt. Szerintem nem erről van szó. Tehát ez csak akkor mondom el, ha megkérdezed, hogy erről beszéljünk. A másik dolog, ami látszólag van,
amit ugye ahhoz szoktak kötni, hogy hát itt a paragnak a nyomulása következtében a szakképzés, a közvetlenül munkaerőpiacot kiszolgáló munkaerő struktúrának az alátámasztása. És ez látszat? Mert ezt én is gondoltam, hogy álcom. Valóság. Ez szerintem álcom. És a harmadik? A harmadik az az, hogy sokan azt gondolják, hogy annak, hogy az oktatásnak az ideológiai szellemi átalakulása az egy következő lépése annak az ideológiai expanziónak, amit az Orbán kormány a társadalom fölött gyakorolt. Na most én meg azt gondolom, hogy éppen fordítva. Mindegyikről azt gondolom tulajdonképpen, hogy éppen fordítva. Ezt én magyarázd el, hogy miért fordítva. És, tehát mind a háromról azt gondolom, tehát te döntsd el, hogy melyikről kezdjünk el beszélni. Maradjunk a te sorrendednél. Most tettem félre a papírt, amire mindenféle kérdéstől írtam, mert ezek fontosabbak. Aha. Ha úgy tetszik, vagy ha elfogadod, akkor haladjunk visszafelé látszat közül. Miért látszat, és mi a valóság? Például az ideológiai része. Ugye azt gondolja általában az ellenzéki elemzés, hogy vagy a kritikai elemzés, inkább ezt mondanám, ezek jelentős részben ugye független értelmiségéként kritikai elemzés, hogy az általános ideológiai expanziónak a része. Igen. Az Orbán kormánynak. Én is így gondoltam, most bevallom. Na most én azt gondolom, hogy az történt, hogy kiderült, hogy az ideológiai expanziónak határai vannak. Két olyan... Már hogy nem veszi be mindenki, úgy érted, hogy nem hat teljes? Nem tudják keresztül vinni. Két alap... Abból kell mindig kiindulnunk, hogy az Orbán kormánynak nincs olyan jelentős belső ellensége, amelyik korlátozni tudná az expanzióját. Tehát azt kell megkeresni, hogy a világban van-e olyan ellenség, ami konkrétan az adott dolgot akadályozza. Na most szerintem van két jelentős ellensége az ideológiai expanziónak, és egy mind a kettő erősebb, mint az Orbán kormány. Már az Európai Unióra gondolsz? Nem ilyen szervezeti ügyekre. Ennél fontosabb, ennél erősebb aktorokra gondolok, mint az Európai Unió. Az egyik aktor, amit nem is lehetne talán összeesküvés elmélet nélkül személyesíteni, vagy névként megnevezni, az mondjuk a nemzetközi tőkének az érdekeltsége az internet szabadságában. Aha. Teljesen világossá vált, hogy az, akit egyáltalán elér bármifajta kritikai gondolat az Orbán kormányról, az, mást is kap, az már ott van, értem. Az interneten, ebbe az irányba nem tudnak tovább menni. Most a másik nagy aktor, amit megpróbáltak kiiktatni, de akkor kiderült, hogy az az általános szabály, hogy a német tőkével jobba kell lenni, ez az általános szabály érvényesül, és pedig az, hogy az RTL-el nincs mit csinálni. Na most, akármennyire is apolitikusnak tűnik az RTL, azért az RTL-ben... Nem egy ideológiai szolgáló. Nem egy ideológiai szolga, azért volt a magyarul valóval, ami a legnézettebb... És a híradó is, és volna azért objektívebbek. A késő esti híradó, ami egy objektív dolog. Na most kiderült tehát, hogy az Orbán kormány nem tudja tovább növelni az ideológiai expanzióját. Ami most ideológiai expanzióként történik az Orbán kormány részében, az parasztvakítás. Uh-huh. El akarják hitetni azzal a mondjuk jobboldali vagy keresztény értelmiségivel, akit nem akarnak megfizetni, hogy az ő arcukra fogják alakítani az országot, de nem tudják, mert van ez a két ellenfél. És úgy gondolod, most akkor viszont hogy mit tudnak, miben tudnak, mivel tudnak nyomulni?
azzal tudnak nyomulni, hogy ami ténylegesen a kezükben van, tehát lényegében a tankönyvkiadás, tantervek, egyebek, abban hát bizonyítani tudják ennek a jobboldali klientúrának, hogy azért folytatódik az ideológiai expanzió. Tehát szerinted az oktatáspolitika számukra egy kerülő út, amin haladva bizonyítani akarják, elsősorban azt, a saját tábornak, elsősorban a saját tábornak, hogy folytatódik az ideológiai expanzió, világos. Ami valójában, tehát az igazán fontos element, tehát a felnőttek meggyőzésének világában nem, szerintem nem tud tovább világos. Növekedni. Erről még beszélni fogunk, hogy akkor legalábbis az ő szövegeik és valóságuk szerint milyen ideológikumot közvetít az iskola, de menjünk akkor visszafelé haladva. Az iskola szerkezet? Igen. Szerintem ott a következő történik, hogy alapvetően ugye az iskola szerkezet az látszólag az általános képzésnek a visszafogását és a szakképzésnek az expanzióját igen, jelenti. Igen, ahogy az előbb bevallottam, igen, nekem is ez volt a képen. Amit abban az értelemben lehet úgy nevesíteni, hogy a parag és az iparkamara és az ezzel kapcsolatos gazdasági érdekeket szolgálja ki, és ez bele is illene abba, hogy ebbe a különféle tőkés csoportok is érdekeltek. Most szerintem nem ez történik, hanem az történik, hogy van két, hogy mondjam, természetes célja az Orbán kormánynak, és mind a két természetes célt nagyon nehéz végrehajtania. Az egyik természetes cél az úgy szól, hogy ahhoz, hogy megint csak a saját klientúrája úgy érezhesse, hogy uralmon van, ahhoz ugye nincs annyi pénz, hogy mindenkit megfizessenek, muszáj valamit kínálni nekik. Na most, amit kínálnak nekik, az az, hogy az ő gyerekeik azok jobb eséllyel fognak rendelkezni, mint mások gyerekei. Tehát úgy de érzed, most, hogy a cél az, hogy másokat akár lenyomni, van, azért, hogy van, ők megkülönböztetetnek érezzék, meg tovább tanulhatnak, jó gimnázium, egyetem. Na most kétféle módon történik ez. Tehát kétféle módon lehet azt megoldani, hogy az ő embereik jussanak. Egyrészt azon a módon lehet megoldani, ezt tudjuk, az mindig így van, hogyha általános képzésre kevesebb erőforrás jut, akkor az alsóbb társadalmi osztályoknak az ingadozó tagjai, azok inkább azt mondják, hogy menjünk szépen inkább a szakképzés irányába, mert az a biztos. Ezzel az egyik ellenséges csoport, akik nem feltétlenül ideológiaiak ellenségesek, csak hát nem az érdekeiket sértik. Igen. Azok át vannak küldve egy másik irányba. Most a másik nem jelentéktelen feladat, hogy hogyan fenébe lehet azt megoldani, hogy az ellenzéki értelmiségnek rosszabb legyen, mint a nem ellenzéki értelmiségnek. Ez egy nagyon nehéz feladat, mert azt azért mégse lehet mondani, hogy megint csak nemzetközi okoknál fogva, hogy a szülőkkel kitöltetnek egy párthovatartozási papírt, és akkor annak a gyerekét vesszük fel a gimnáziumba, aki megfelelő párt. Következő a megoldás, valójában erről szól az egyházi iskolák expanziója. Aha. Nem akar az Orbán kormány az egyházaknak gesztust tenni. Nem akar. Nem akar jóba lenni velük, semmilyen cél nincsen. A saját nincsen. Középosztályának akar gesztust tenni? Azt akarja, nem, a következő megfigyelés van, minden közlemény kutatás azt mutatja, hogy a legjobb indikátor, amivel magán a párthovatartozáson kívül az értelmiség két csoportra osztható, az a nagy egyházakhoz való viszony. Aha. Ergo, ha egy olyan állapotot teremtünk, hogy a nagyegyházak sok iskolát tartanak fönn, akkor a nagyegyházak, akkor a mi embereink nagyobb valószínűséggel választják a nagyegyházak iskoláit. Ez meg is történt. Igen, ha a nagyegyházak iskoláinak
vallásszabadság bármilyen címszó alatt azt mondjuk, hogy több pénzt tudunk adni, mint a szekuláris iskoláknak. Ez megtörténik, igen, tudjuk. Akkor ezzel megvan az oldva, hogy hogy lehet a mi embereink gyerekeit jobban finanszírozni, mint mások gyerekeit. És ettől több tudást adni az iskolában. Igen, nekik. És a nagyon fontos dolog, hogy ugye elméletileg Európában ugye tilos a szegregáció. De ezzel megvalósul egy ezzel megoldható, szegregáció. Nem spontán. A pontosabban vezérelt, nem, vezérelt szegregáció. Tudnélik, az egyházi iskoláknak az általános iskolára áttérve, az általános iskolában joguk van visszautasítani jelentkezőket. Még a körzeti államinak így van, nincsen. Így van. Na most ezzel meg lehet ezt azt oldani, hogy és mivel az egyházaknak ez a joga, az a lelkiismeret és vallásszabadsághoz kötődik, Európából ezt nem fogják megtámadni. Igen. Tehát megvan oldva az a dolog, igen, hogy hogy lehet részben az alsó néposztályokat lejjebb szorítani, részben privilegizálni a sajátjainkat. Szerintem valójában ez történik, minden más, tehát hogy egyházak, meg kereszténység, meg nemzet, meg ez semmi, az nyelverés. Annak semmi jelentősége nincs, ez ebben az értelemben, tehát ez nem az Antal kormány, ezt kellene megérteni. Tehát szerintem a nagy félreértés az, hogy sokan az Antal kormány, vagy pláne a Horthy rendszer mintájára képzelik el az Orbán, szó nincs erről. Kizárólag a klientúra. Magyarán itt pragmatikus társadalmi politikai szempontok döntenek, teljesen. Azért akarnak ideológiát mutatni, mert az ideológia a saját közönségüknek eladható. Ha ezt nyíltan megmondanák a társadalompolitikai célokat, nem lehet bevallani, akkor néhányan a saját közönségből is azt mondanák, hogy hát ez azért már nem annyira szép. De itt adódik egy kérdés, mielőtt az első látszatra visszatérnénk, az anyagiak meg egyebek kérdésére, hogy miért partner ebben az egyház, hiszen mondjuk más kontinenseken, Amerikára gondolok, de más európai országokra is, az egyház inkább a maga karitatív, szociális identitás tudatának megfelelően vállalkozik a szegények képzésére. Nálunk ez szerint valamilyen cinkosság van, legalábbis a nagy egyházak részéről, ezt nem felesleges éppen itt leszögezni, hát mutatkozik egy partnerség az állami ilyen irányú törekvésével szemben. Hát attól tartok, hogy ennek két oka van. Az elsőt egyszerűen fog neked, a második nem biztos. Az első ok az, hogy míg Európa nagy részén volt egy viszonylag folyamatos eltávolodás az államegyházi pozíciótól, nem arról van szó, hogy 1960-as évektől kezdve, hanem az 1800-as évektől kezdve, tehát több nemzedék. Na most ezt a Horthy korszak itt megállította, és ezért ez a triumfáló egyház gondolata, ez a, hát legalábbis a katolikus és a református egyházban erősen jelen van. Az evangélikusokban kevésbé, de ők kicsik, és ezért alkalmazkodnak a nagyokhoz. Na most a másik, amire azt mondom, hogy utána kevésbé fog szörülni, hogy a Kádár rendszerét apró pénzre váltotta a lehetőségeit, ahelyett, hogy kihasználta volna a stratégikus lehetőségeket. Magyarán nem arra használta az egyházakat, amire lehetett volna. Magyarán, hogy egy ilyen valami fajta ilyen társadalompolitikai szövetségesként például szociálisan gondoskodjon, hanem ezekre a, már bocsánat, alsó szintű hülyeségekre. Tehát az, hogy most hogy az egyházaknak nyilatkozniuk kelljen arról, hogy nem támogatják a fegyver nélküli katonai szolgálatot. Ja, világos. Hát ugye a hadsereg az ugye már a Kádár korszakban is a vicc kategóriát képezte. Tehát azon az amúgy sem működő hadseregből még 5%-nyi ember hiányzik, hát ennek nincs relevancia. Tehát arra gondolsz, hogy erre elpocsékolta a
azt a befolyását, ami a egyházakra volt a hosszú kádári konszolidáció. Tehát azt mondod, hogy eseti alkalmi olcsó szívességekre. Igen, olcsó szívességekre elpocsékolta azt a befolyását, ami volt, ahelyett, hogy, tehát furcsa mód nem az a baj, hogy amit ugye a kritikusok mondanak, hogy stratégiai partnere volt az egyház a kommunizmusnak. Hanem taktikai partnere volt. Igen. És ebben kölcsönösek a bűnök. Tehát ezt a nagy egyházak vezetésének is a bűne, meg az akkori államnak vagy pártnak is a bűne, hogy könnyebbnek tűnt. Tehát noha stratégiailag valószínűleg jobb lett volna egy ilyen stratégiai szövetséget kötni, ami egyébként, amire pedig ráadásul van még modell is. A modell az a brit munkáspárt. A brit munkáspárt oly mértékben összejátszik az anglikán egyházzal, hogy a Margaret Thatchernek egyszerre kellett megvernie a szakszervezeteket és az anglikán egyházat. Ezt a részét nem is tudtam. Ahhoz, hogy a vasárnapi volt nyitva tartást, amit a 10-es években tiltottak be, szerintem visszahozhassa. Nincs új a nap alatt. Igen. Ez érdekes, nem ismertem az angol munkáspártnak. De egyébként a német szocdám meg is azt csinálták, hogy Bad Godesberg után a első, hogy mondjam, nagy történelmi kompromisszumok egyike volt hát először, ha jól emlékszem, a luteránus, és aztán a német katolikus egyházzal való összeborulás. De hát ebben most tekintsük el a politikai haszonelviségről, mind brit, mind német részről. Lehettek észszerű szempontok is, hiszen az egyház részvétele mondjuk a szociálpolitikai feladatok végrehajtásában, az nem egy értelmetlen célkitűzés szerintem. És kevesebb baj van vele, mint az oktatási szerepvállalással. Igen, mert a szociális, az ideológikum. Így van, tehát a szociális szerepvállalásnál tényleg olyan dolgok vannak, ahol nincs számottevő ideológiai konfliktus. Hát szemben az iskolával. Így van. Tehát egyikünknek sem baja, tehát egyikünk sem emelhet az ellen kifogást, hogy nem tudom én, beteg öreg embereket ellátják. Sőt, örülni lehet neki. Igen, az egyházak. És elviseljük, hogy ennek keretében akkor még imádkoznak is velük, de semmi baja nincs ezzel a dologgal. Viszont az konkrétan sérti az érdekeinket, hogyha katolikus történelem szemléletet, vagy református történelem szemléletet, ami Magyarországra még nem jött be, de Amerikában ugye több hullámban elkezdett tombolni ugye a kreacionizmus, tehát akár a természettudományokban is behatol. Hogyan, egészen vad dolgok jönnek. Igen, természettudományokban is behatol a vallás szabadságból következik. Ez Magyarország mondjuk még nem tört be, hála az Úristennek, de szerintem igény lenne rá. Igen, igény lenne rá. Világos, és mindenfajta oktatási egyoldalúság, mondom, ezt nem csak a katolikus vagy a református szemléletére, az nyilván nem érdeke annak, vagy nem tartozik annak az értékvilágába, aki hát valamiért a szabad választásokért, most nem csak politikai választásért elkötelezett. Igen. Akkor beszéljünk egy kicsit az általad elsőként emlegetett látszatról, azzal mi a helyzet? Na most én azért gondolom, hogy az látszat, mert a Szél Kálmán terv az kétségtelen volt egy pillanat, amikor a Orbán kormány nyakára került ugye a kés, és akkor muszáj volt úgymond megfogni a pénzt. Ez teljesen világos. Ugyanakkor viszont minden, konkrétan megmondva, minden nem modern értelemben vett jobb. A modern értelemben vett jobboldali kormányok mindig csökkentik az oktatásra jutó pénzt, tehát ez a Thatcher, Reagan, stb. De a hagyományos jobboldali kormányok, tehát a Klebelsberg, Hohmann, stb. Azok, amint megtehetik, növelik az oktatásra fordított költséget, hiszen azon keresztül tudják legjobban a társadalmat befolyásolni, mert még mindig könnyebb az oktatáson keresztül befolyásolni, mint a sajtóval, vagy a parlament felszámolásával, vagy a nem tudom én mivel. Na most, miért nem teszi ezt az Orbán kormány?
Azért nem teszi az Orbán kormány, mert az Orbán kormánynak egyetlen egy dolog vezérli az egész költségvetési politikáját. Tehát nem az oktatási költségvetést, az egész költségvetési politikáját az új tőkés osztály megteremtése vezérli. Igen, ez világos. Úgynevezett nemzeti tőkés osztály. Igen, na most, ami valójában ugye a kliens hát ez a klientúra magyarul. Nem tudjuk pontosan, hogy milyen szerveződésszerű kapcsolatok vannak a klientúra és a párt között, de valami nyilvánvalóan van, valami szemmel láthatólag van. Na most az oktatásnak van egy nagyon kellemetlen tulajdonsága, az, hogy túl magas az oktatásban mindenütt a világon, túl magas a béraránya. Ja, igen. Na most a bért nem lehet ellopni. Mit lehet lopni? Ez jó. Beruházást lehet lopni. Tehát beruházásnál bármikor meg lehet azt csinálni, hogy valami, amit 1 milliárd forintból meg lehetne csinálni, azt 2 milliárdból csináljuk meg, és akkor megvan oldva az a probléma, hogy jó, a mi embereink egy kicsit rosszabbul tudnak csak utat építeni. De keresnek építeni, azért rajta de szépen. De azért még így is keresnek rajta szépen. Uh-huh. Tehát megoldható a probléma. Most az oktatásban ilyen itt nincsen. Afrikában van, mert ott még kell iskolákat építeni. Ázsiában is kell iskolákat építeni, de itt ugye fogyik a gyerekszám. Igen. Tehát itt nem lehet más azt mondani, hogy az oktatásban azért teszünk sok pénzt, hogy építsünk mind betontömböket, mind a vidéki egészségügy állítólagos fejlesztés. Hát ezért nem lett egy iskolaprogram, egy új stadionprogram, ezért, mondjuk. Igen, ezért lett stadionprogram, és nem iskolaprogram. Nem iskolaprogram. Mert azt nem lehet, tehát nem lehet növelni az iskolaépületeknek a számát. A pedagógusok bérének az emelésével meg nem lehet kilapátolni Zárójelben mondom, hogy ez talán az egyik magyarázata annak, hogy miért olyan veszett az ellenállás a pedagógus béremeléssel szemben kormányzati részről, mert abból nincs ilyesmi hasznuk. Hát egyrészt semmi haszon nincs, persze, tehát nem, meg egyszerűen semmi ok nincs rá. Tehát semmi ok nincs rá, tehát teljesen világos, hogy hát ezek a hatalmas pedagógus ellenállások, amiket zömében ugye a médiából tudjuk, hogy hatalmasak, ezek így a pedagógusoknak a töredékét mozgatták meg. Tehát a pedagógusoknak a 80%-ának a konformizmusára ugyanannyira számíthat az Orbán kormány, mint ahogy a Klibelsbergre, vagy a Humanra, a Human idején, vagy akár az egész társadalomban a 80%-nak a konformizmusára. Még ha nem is annyinak a támogatására, mert azért a 53% is elég katasztrófa. Nem 80, de azért nem 80. De hogy a konformizmusban számíthat ennyi emberre, az szinte biztos. Ha már itt tartunk, előre hoznám azt az amúgy is tervezett kérdést, hogy de miért van, értem, hogy mindenhol konformizmus van, de nem minden réteget bántottak meg és aláztak meg ilyen látványosan és szándékosan, a megalázás szót is használom, mint a pedagógusokat. Az, hogy ezt legalábbis a nagy többségük elviseli, abban mi van? Abban az is benne van, hogy nem olyan rossz a pedagógusok többségének közérzete egy ilyen felülről irányított iskolarendszerben, hogy nem akarnak vagy tudnak szembenézni egy nagyobb önállóság felelősségével? Szerintem azért kell megalázni és nem rosszul fizetni a pedagógusokat, hogy azok menjenek el, akik a pedagógus pályáról elsősorban, akiknek az ideológiai kontroll zavar a legjobban. Világos. Tudnélik, hogyha egyszerűen az lenne a probléma, hogy alacsonyan tartják a pedagógus béreket, akkor az egyéni egzisztenciális élethelyzet dönteni el, hogy kimegy el a pedagógus pályáról. De mivel nem csak erről igen, van szó. Igen, na most, és akkor az lenne az egzisztenciális helyzet, hogy mondjuk lennének olyan, nem tudom én, elvált, egyedülálló személyek, akik úgy egyébként alkalmasak lennének arra, hogy egy
kormánynak megfelelő ideológiát képvisel, akkor ők mennének el az iskolából. Viszont persze nem az egy idő után bajt okoz, hogyha nagyon sok tanár elmegy, de lásd az idő még nagyon messze időket. Van. Nem, mi nagyon messze van. Még azt mondod, hogy később mondom, lesz ez baj. Valóságban nagyon messze van az idő, hiszen az iskolának most a középosztályok iskoláját leszámítva, az iskolának az egyetlen egy olyan funkciója, mint a lakosság nagy része érzékel, az a gyerek megőrzés. Igen. Na most annyi pedagógus, annyi mindig van. Marad, igen. Aki a gyerek megőrzést ellátja, és hát akkor nem a kémia tanár tanítja a kémiát, nem a kémia tanár, hát nem baj, hiszen úgyse azt akarjuk, hogy a gyerek tovább tanuljon. Úgyse a kémia a lényeg. Úgyse a kémia a lényeg, úgyse fog tovább tanulni a gyerek. Na most, amit esetleg még talán érzékelnek viszonylag sokan, hogy abból baj van, hogy a nyelvtanárok hiányát, azt talán még érzékelik. Igen. De ott meg politikailag lehet azt mondani, hogy hát könyörgöm, azt a problémát, hogy a piacon jobban fizették a nyelvtanárokat, mint a oskolába, hát ezt már nem oldották meg a 95 a Komcsikcse, nem igaz. Oldották meg a szoclipkor, nem oldották meg Antal kormány se, pedig az tényleg nagyon szerette a pedagógus. Szoclibek se oldották meg, nem csak Bokros csomag miatt nem oldották meg, hanem a gyurcsánykorszakban se oldották. Senki nem oldotta meg. Tehát magyarán a Fidesz abban a tekintetben, hogy nem kezeli azt a problémát, hogy az idegen nyelvoktatás tönkre megy az iskolában, ebben azokat a pozitív magyar hagyományokat követi, amik hát tulajdonképpen a 80-as évek legelejét, vagy 85-től kezdve, akkor kezdett el egy kicsit növekedni ugye ez a magánoktatásnak az informális piaca. Erről egyébként ilyen mindenféle szinten itt ilyen Wesley környéki nagyobb kutatások várhatók, a Bíró Zsuzsanna Hannának a magánoktatás világáról szóló kutatása. Ez szerintem azt fogja mutatni, hogy ez egy ilyen standard folyamat az, hogy ami igazán piacon használható, azt már a Kádár rendszer kiengedte az iskolába, ugye két ilyen dolog volt, az egyik a nyelvtanítás, a másik az autóvezetés. Ja, igen, tényleg. Ez a kettő volt, azt a kettőt kiengedte szépen az állami oktatásból. Igen, majdhogy nem azt mondanám, hogy a szabad piacra, sőt, hát a nyelvoktatás tekintetében még tulajdonképpen a Leben und Leben lassen elvnek következtében átengedte a fekete piacnak. Tehát mindenki tudta, hogy a nyelvtanárok legnagyobb része feketén tanít. Na most, hogy ezt mindannyian tudtuk, teljesen valószínűtlen, hogy a korabeli APEC tisztviselők ne tudták volna. De hagyták, mert ez volt a társadalmi konszenzus. Igen. Most, hogy végigjártuk azt a három fontos tételt, ami nem úgy igaz, ahogy gondoltuk, ennyiben látszott, hanem hát a lopáson túl, amit az anyagiaknál fölmerült, egyértelmű társadalompolitikai szempontok, méghozzá a saját tábor kedvezményezése leginkább mögöttük. Azt azért mégis meg kell kérdeznem, hogy az az iskola, vagy tipikus iskola, ami így előállt a gyerekeink, meg a családjaink számára, az miféle emberesmény jegyében dolgozik? Tehát mi az, amire neveli most a kémia tudástól, meg egyebektől, meg a nyelvtudástól eltekintve azokat a diákokat, akiket hát kvázi megkap 6 éves korban. Sokszor szokták emlegetni, hogy ez még mindig a koroszos szellem, hogy nem a készségekre bazíroz, nem azokat akarja fejleszteni, hanem csak a mechanikus tudást. Mennyire van ez így? Szerintem ez egy hihetetlen mértékben diverzifikálódott. Tehát egy történelmi pillanatra úgy tűnt, hogy azt
mondjuk így, hogy a nyugatias dologra kicsit emlékeztető hát embereszményt, vagy oktatási modellt, amit a, hát a szocialista kormányok próbáltak csinálni. Azt a, és aminek az első Orbán kormány se szállt egyébként azzal még igen. szembe. Igen. Tehát a mondjuk a pálinkásban nem vagyok biztos, de mondjuk a Pokorné nem akarta nem. szándékosan nem. tönkretenni a... Nem a, volt szó erről. A, igen. Hogy mondjam, az iskolát, vagy az oktatást. Az iskolát, igen. Tehát az első kormány sem szállt. Na most, akkor ugye egy ideig úgy tűnt, hogy 2010 után a, olyan jól sikerült ez a koalíció, hogy ezt odaadták a ugye Hoffmann Rózsa révén azoknak, akiknek viszont voltak sajnosság. Mert az Orbán kormányban ugye az a sok-sok idézőjelben jó, hogy valójában semmire nem gondol semmit. Tehát, hogy nincsenek valójában olyan értékek, amiket meg akar valósítani, hanem azok a célok, amiket itt az előbb elmondtam. De akkor is bajok jönnek, ha véletlenül valaki olyan lép elé, aki gondol valamit. Igen, mert akkor olyanokkal tud összefogni, akik gondolnak valamit. Igen. Na most ez a gondolunk valamit, ez ugye ez a... ez a gondolunk valamit, ez az egyik oldalon, ez a Hoffmann Rózsa, Semjén, stb. Társaság, akik valahol megakadtak a 1940-es évek elején, és azt gondolják, hogy valamilyen értelemben hát rekonstruálni lehet egy ilyen klasszikus Horthy-kori iskolarendszert. Ezt az Orbánik nem gondolják, ez biztos. De rájuk hagyják ezeket, mert de mindig olcsóbb így kifizetni őket, mert jó, hát Semjént is lehet röptetni, meg vadásztatni, meg minden, de azért az nem... Nem ez a legnagyobb társadalmi költségünk. Nem ez a legnagyobb társadalmi költségünk, igen. Tehát ez az egyik, hogy a másik, meg az, hogy azért a... és itt jön be azért az, hogy az egyházakat azért fizetni kell. Az egyházaknak azért fizetni kell, mert az egyházaknak azért van valami fajta nemzetközi beágyazottsága. Na most, amíg a Ratzinger volt a pápa, addig olyan nagy baj nem volt, most mert azt lehetett mondani, igen, hogy a katolikus igen. egyház az nemzetközileg nagyjából ugyanaz, mint ami az Orbán Viktor. De most nem erről van már szó. De most ezt nem lehet mondani, tehát rendesen fizetni kell ahhoz, hogy a, na most hogy lehet fizetni egy egyháznak? Úgy, hogyha részben a szellemiségben, intézményekben, ugye mit szeretnek az emberek azon kívül, hogy a eszméig terjednek, az, hogyha barátaiknak állást tudnak adni. Most hogy lehet viszonylag sok állást adni? Ugye azzal nem lehet nagyon sok állást adni megint csak az egyházi embereknek, hogy hatalmas templomokat építünk. Sokkal több állást lehet adni, az, hogy sok iskola van. És akkor ezzel sok havernak lehet állást adni, tehát ez megint csak az ottani fizetésnek a, egy ilyen eszköze. Szerintem ennyi történik, tehát valójában szerintem az Orbán kormánynak ilyen saját emberképe, vagy embereszménye, vagy legfeljebb azt lehet mondani, azt valószínűleg lehet mondani, hogy van egy ilyen negatív embereszmény. Hogy milyen ne legyen. Hogy milyen igen. ne legyen. Tehát, hogy ez a lipsi, kritikus, önálló igen. gondolkodó, hát az ne nagyon legyen, mert azzal csak a baj van. Ez világos. Ennyi kép van, de ugye ezt azért abban az értelemben nagyon nehéz keresztül vinni, hogy azért a ténylegesen ott lévő tanároknak azt mégse lehet megtiltani, hogy jól magyarázzák meg a 48-as meg forradalom hogy, meg hogy kreativitásra neveljék igen, a gyereket. Igen, ezt nem lehet egyértelműen megtiltani. Tehát ez megint csak, nem ezért tehát, amíg ott vannak... Ezért sokféle az ezért iskola. Ezért sokféle a rendszer. És persze lehet, sok mindent lehet csinálni, tehát hogy a Klebersberg központok segítségével a iskola igazgatókat kézben kell tartani, de annak is korlátai vannak, hogy egy iskola igazgató mennyire érdekelt abban, hogy mondjuk a legjobb tanárait kirúgja, csak azért, mert a valami ilyen elvárás van. Inkább az, hogy ne nagyon zajongják, könyörgöm, nem baj, ha kicsit lipsi vagy, nem baj, ne ordítozzál,
És akkor, akkor engem a Tibbesberg központ békén fog hagyni. Ennek a minőségében és elképzeléseiben ezek szerint elég sokféle iskolarendszernek, viszont úgy tűnik, hogy van egy közös baja is, ezt a nemzetközi összehasonlító vizsgálatok is kiszokták mutatni, mármint, hogy nem képes a társadalmi különbségek csökkentésére, inkább konzerválja azt, hogy... Dehogy nem akarja. Nem akar, jó, igen, akkor így tehát ez mondom, nagy különbség. Hogy nem, ez óriási különbség. Tehát régebben az volt, hogy valóban ezek a, ha úgy tetszik, különféle ilyen, hogy mondjam, szakmai struktúra. Jó, lehet természetesen azt mondani, hogy a társadalmi mobilitás az ugye már a 80-as években durván lelassult. Igen, ez így van, már a Kádár korszakban kezdődött. Durván lelassult, aminek szerintem egyébként szintén az volt az oka, hogy a, hogy mondjam, a 70-es évek elejét és Biszkú elvtársékat leszámítva, egy idő után már az volt, hogy valójában a történelmi kompromisszumot a véleménybefolyásoló értelmiséggel és középosztállyal kell megkötni. Igen. Azok meg nem olyan nagyon érdekeltek azért abban, hogy a tehetséges alsóbb néposztályok felemelkedjenek. Tehát én nem állítom, hogy ebben volt egy ilyen összeesküvés, tehát nem állítom, hogy... De nem ez volt a tudatos cél azért. Igen, tehát nem állítom. De az, hogy objektíve, tényleg ez volt, tehát objektíve a késői Kádár-rendszernek, ilyen értelemben objektíve tényleg nem volt érdeke a társadalmi mobilitás. Na most a pénzecske miatt, a pénzecske hiányok miatt, ugye a expanzió se volt. Na most, amikor a oktatás meg a felsőoktatás tömegesedése mindenek ellenére, tehát bokros csomag ide, minden gazdasági válság oda de mégis csak egyre többen tanultak, egyre többen tanultak, akkor ott szerintem egyfajta ilyen potenciális társadalmi mobilitás megkezdődött a 90-es, 2000-es években egy kicsit visszajavulni. De ez most újból leállt. És most, én szerintem most van az, hogy újból leállt, de azért áll le, mert azon tehát most a szándékos, lehet, igen, azt most mondod, szándékosan, hiszen elmondtad a látszatok mögötti valóságot. Igen, tehát azért kell valószínűleg megfogni ezt a társadalmi mobilitást, mert mással tényleg nem lehet fizetni. Tehát azért azt tudomásul kell venni, hogy ez minden társadalomban így van, hogy bármely társadalmi csoport úgy érzékeli, hogy ő elős helyzetben van, vagy jó helyzetben van, hogy másoknál a rosszabb helyzetben vannak. Olyan ember nincs, tehát ez a nemzetközi boldogságkutatások ezt mutatják, nincs olyan ember, vagy nagyon kevés olyan ember van, aki abszolút értelemben lenne elégedett a saját helyzetével, és a stb., hanem azt érzékel, hogy másoknál jobb az én helyzetem. Na most, hogyha ugye ahhoz több termelés kellene, hogy ténylegesen javítsa a középosztály helyzetét, de azt meg nem lehet, hiszen a egész középosztály helyzetét akkor lehetne javítani, hogyha a közvetlen klienseknek kevesebb pénzt nyomnának. És másoknak is jutna. Igen, akkor másoknak is jutna. De így nem jut. Na most muszáj valamit csinálni, két dolgot lehet csinálni. Egyrészt ezt a ideológiai történet, el lehet velük hitetni, hogy az ő értékeik érvényesülnek. Másrészt el lehet azt hitetni, hogy másoknak még rosszabb, azt nem csak elhitetni, ezt tényleg hát ez meg lehet is csinálni, hogy másoknak még rosszabb legyen. És akkor ehhez föl van használva a parrag, hogy azt mondja, hogy ennek hát piaci ok, ez semmifajta piaci ok. Hát sőt, az ember azt hinné, hogy a piaci ok az, hogy minél több nagy tudású, jó teljesítményre képes ember kerüljön ki bármely hát társadalmi rétegből. Igen, mondjuk ugye ez nem teljesen egyértelmű az ezzel kapcsolatos oktatás, szociológiai, közgazdasági összefüggések. Ez a centrumországokban egyértelműen így van. Ja, hogy a félperiférián már nem így teljesen. Van. Világos. Na most, hogyha tehát elképzelhető valóban, hogy tehát egy alacsonyabb szinten dolgozó gazdaságban. Szóval a besállítói gazdaságokban beszállítói nem feltétlenül gazdaságban, kell olyan nagy tudás. Igen. Világos. Igen. Arról, amit mondtál. Meg nincsenek arabok. Itten. Világos.
Tehát mert a Nyugat-Európában az oldja meg a... hogy ezt a segédmunka mennyiséget... Igen, hogy arra bejönnek arabok, igen, vagy meg régen indiaiak, a meg indonézek, meg nem tudom én milyen. Igen. És akkor azok valahogy megoldják. De nem jönnek, mert van egy kis eszük, tehát nem érdemes itt maradni. Hát tovább mentek, akik jöttek, azok is. Érdekes, amit mondtál arról, hogy azt is meg kell adni a saját klientúrának, hogy csak ő a privilegizált. Erről jut eszembe egy korábbi felmérés az amerikai hadseregben, ahol azt mérték, hogy a katonák, tehát a hadsereg tagjai mikor elégedettek, és mikor kevésbé. És minden várakozással szemben az derült ki, hogy akkor elégedettebbek, ha a hadseregen belül kevés az előléptetés, mert ha sok az előléptetés, akkor úgy érzik, hogy hát ebből itt már mindenkinek jut mindenféle alja népnek, és akkor nagyobb az elégedetlenség. Gondolom valami ilyesmi társadalmi jelenségről van szó nálunk is ebben a vonatkozásban. Mondok egy magyar történelmi példát ugyanerre. 20-ban Horthy elég erős volt. Hát hogyne. Elfogadtathatta volna a parlamenttel. Hogy a királyságot? Nem, az, hogy a kormányzónak is legyen joga nemességet adományozni. Aha. Ehelyett kitalálta a vitézi rendet. Világos hogy az analógia. Hogy a nemeseket, ugye az arisztokraták amúgy se támogatták őt. Igen. De hogy a nemesi középosztályoknak a széles tömegei még mindig azt gondolhassák, hogy ez nekem még mindig jobb ez a Horthy rendszer, mert nem rakja tele mindenféle newcomer-ökkel a... az én vitézi rendemet mondjuk, igen. Nem, az én nemesi rendemet. Az én nemesi rendemet nem rakja tele. Igen. Hanem van egy másodosztályú nemesség, ami a vitézi rend. Ja, az alsó néposztályok ki vannak fizetve azzal, hogy igen, ők vitézséget kapnak. Igen, de én maradok nemes. De én maradok nemes. Igen. És akkor ezzel tulajdonképpen megvan oldva ez a probléma. Ez szerintem egy fontos példa a magyar történelemből erre a dologra. De egyébként van korábbi példa is, hogy ő felsége, akit ugye szeretünk, mert ugye ma már tudjuk, hogy a magyar történelemnek szebb korszakának uralkodója volt dicsőséges királyunk Ferenc József, azért óvatosan osztogatta és bárói címeket osztogatott, nem grófit. Tehát ugyanezt a megkülönböztetést. Ugyanezt megtette, hogy azért a báró is főrend, de azt azért mindenki tudja, nem hogy ugyanaz, a mint a gróf. 200-300 éve grófok, a báró az meg az, aki az új ceruza üzemet akinek adományozta, és igen. Akkor ezért ő adományozta neki a ő felsége a bárói címet. Igen. Hát az, hogy értem, hogy beszállítói országban szükség van, tehát a félperiférián ilyen viszonylag kevésbé képzett, viszonylag kevésbé mozgáskész munkaerő. Hát már ha azt akarjuk, hogy félperiférián, tehát azt gondolom, hogy ez Magyarországon nem kényszer, ez egyenre nem, fakultatív. Ez választás, értem. Ez fakultatív. Értem, tehát azt mondod, hogy ennek a gazdasági útnak a választása, aminek sok egyéb jele is van, vezet oda, hogy a társadalmi emelkedés lehetősége nem egy olyan fontos érték, sőt, hát, nincs is föltétlenül szükségre. Mondjuk azt, hogy a kormány számára nem fontos érték a magas szintű szakképzett munkaerő. Igen. Szerintem az egy ilyen, ugye nincsen ideológia, tehát ez egy ilyen másodlagos termék, hogy nincsen társadalmi emelkedés, az csak az, hogy kik töltik be ezt a magas pozíciót, fontos. Az fontos a saját klientúra betöltése, de az, hogy mennyi ilyen pozíció van, tehát hogy nincs sok magasan, vagy hogy ne legyen több magasan képzett munkaerőre szükség, az viszont szerintem egy teljesen tudatos ilyen társadalmi politikai. Világos. Hát gazdaságban mindenképpen látszik, ezek szerint igen, itt is. Két gyors kérdésem még mindenképpen volna, mielőtt befejezzük ezt a beszélgetést, bár nem tudom, hogy lehet-e a kettőre gyorsan felelni. Az egyik az a mostanában nagy port vert fel tanulmány, az Állami Számvevőszék által ismeretlen okból készített tanulmányhoz kapcsolódik, amelyik sok
képtelen állítása mellett azért fölvet egy valódi kérdést is, a pedagógus pálya elnőiesedését. Ez tényleg probléma? Nyilván tudom, hogy az alacsony bérek hozzák ezt magukkal, de mekkora probléma ez? Hát először is, hogy miért van ez a tanulmány. Igen, hát ez a tanulmány azért van, mert hát bármilyen sokan, mármint az én ízlésemhez képest, bármilyen sokan álltak át az értelmiségből kurzushoz. A kurzushoz, még mindig nem elegen ahhoz, hogy bármilyen hülyeséget leírjanak. Na most, és intézményesen egyelőre még nagyon kevés olyan intézmény van, amely teljesen nyíltan fölvállalja a legképtelenebb abszurdum. Hát az ÁSZ az olyan, már egyéb vonatkozásban is. Tehát ezért nem erőltették azt tovább, hogy mert ugye a gender szak megszüntetése, meg egyébként az az a remény volt, hogy majd az egyetemek ideológiailag gazsulálnak és megoldják, de mindenféle, ugye az ELTE-nek az egyik magas rangú oktatója mondta azt, hogy ő neki mostanáig nagyon erős szakmai fenntartásai voltak a gender studies tudományágával szemben. Mostantól a szájára tette a lakatot, mert hogy nyilvánvalóan valaki, akit betiltottak, arról nem lehet egy szót sem mondani. Mondjuk én nagyon emlékszem arra, hogy azért ezt elég sokan, amikor egy picit éppen keményedett a Kádár rendszer az ellenzékiekkel szemben, akkor sok MSZMP tag, aki korábban komolyan bírálta az ellenzék ilyen-olyan-amolyan, azonnal föltette a lakatot. Ha mert persze. Nem lehet, hogy akit éppen üldöznek, azt én az nem tisztességes szívni. Dolog. Igen. Világos, tehát azért kellett az ÁSZ, mert azért nincs ilyesmire más. Na most az, hogy a pedagógus pálya elnőiesedése mennyire baj, erre azért nincs válasz, mert hogy ez egy világjelenség. Tehát valószínűleg arról van szó, hogy az oktatás tömegesedésének egy szükségszerű velejárója, hogy női esetleg. Világos, tehát nem magyar sajátság. Az utolsó kérdésre nyilván nem is lehet valójában felelni, inkább költői kérdésként hagyom, de örülök, ha mondasz rá egy mondatot. Láttuk, hogy milyen az iskolarendszer, hogy a valóságában szerencsére sokféle irányítottságában meg milyen okok és célok vezetik. Mit tegyen az a szülő, aki hát nem tudja egy alapítványi iskolába mondjuk kimenekíteni ebből a gyereket? Nagyon figyeljen oda, hogy milyen tanár van ott, vagy mi a lehetősége? Biztassa a gyereket, hogy minél többet az internetet használja. Ez fontos. Tehát, hogy a párhuzamos információszerzési utakat, a párhuzamos információszerzési utakat, baráti köröket mozgósítani kell, öreg barátokat, akik még mesélhetnek arról, hogy milyen volt valójában a történelem. A történelem. Ez fontos és jó tanács. Azt hiszem, hogy ezt nem csak a gyerekeknek, hanem a felnőtteknek is ajánlhatjuk azzal együtt, hogy a sokféle tájékozódási forrásból hallgassanak minket is. Megköszönöm Nagy Péter Tibornak, hogy egy ilyen elég alapos kóstolót, közéleti kóstolót adott nekünk a magyar iskola helyzetéről. Köszönöm. Én köszönöm a meghívást.